Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Olá Lajos, a DK országgyűlési képviselője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy ilyen korán reggel bejött hozzánk. Ahogy néztem a múlt heti műsorunkat, eléggé telített hete volt, hiszen az egyik pártolója a két tannyelvű általános iskolának, itt a kínai magyarra gondolok, kínai kiállítást nyitott meg, és tegnap a parlamentben is három kínai delegációt láttam. Velük is volt dolga? Az egyik kínai delegációval találkoztam, Shanghaiból érkezett, oktatási együttműködésről volt szó, hisz én azt hiszem, hogy két ország között akkor lehet igazán jó kapcsolat, hogy nem csak a gazdaságról beszélünk folyamatosan, hanem a kulturális és oktatási együttműködésről is. Ezért is örültem, hogy itt a hetedik kerületben, a K11-ben meg tudtunk nyitni egy kínai kiállítást, és nagyon bízom benne, hogy jövőre a kerület művészeinek tudunk kiállítást szervezni Kína kanton tartományában. Emellett elindult már kerületi iskolákban kínai nyelv oktatása, ami próbálkozunk azzal, hogy továbbfejlesszük ezt a dolgot, és minél nagyobb óraszámban lehessen tanítani a kínai nyelvet több iskolában is. Főállásban azon kívül azért mégiscsak a DK országgyűlési képviselője, láttam ön tegnap a parlamentben, a parlament fő témája volt a nyitó ülésen a Sargentini jelentés, mit tud erről nekünk mondani? Ön egy jogász ember, ön szerint mennyire volt rendben vagy nem volt rendben a szavazás? A kormány kijelölte a miniszterelnök hivatalt vezető minisztert, Gulyás Gergelyt, aki már az Európai Unió illetékes bíróságához is fordult. Nézd, azt tudom önnek mondani, hogy a Fidesz pártcsaládja, az Európai Néppárt szavazás előtt a biztonság kedvéért feltette a kérdést, hogy erről vajon hogy kell szavazni. Az Európai Parlament Jogi Bizottsága egyértelmű választ adott erre. Ugyanúgy, mint minden más esetben, ennél a dolognál is, úgy kell tekinteni a tartózkodó szavazatokat, mint ami nincs leadva. Semmi más nem történik, ugyanúgy szavaztak, mint az elmúlt 30 évben minden egyes esetben. Semmi más nem látunk, mint hogy a Fidesz egyfajta kommunikációs trükkel itthon megpróbálja elhitetni, hogy ez a szavazás érvénytelen. Európában komolytalannak tartják már a felvetést is, amikor azt mondják, hogy ez egyébként egy érvénytelen szavazás. És még egy apróság. A Fidesz pártcsaládja, ha nem számítjuk bele a magyar szavazatokat, nagyobb arányban fogadta el a jelentést, mint az egész parlament. Tehát azok, akik ugyanazon ideológiát... De azóta már magyarázzák a bizonyítványukat, hogy nem úgy gondolták. Ki magyarázza? Ki magyarázza? Például az osztrák vicekancellár... Ne haragudjon, hát a párt, az nem ugyan, az egy félnáci pártcsalád, ahova az osztrák vicekancellár tartozik. A Szabadságpárt, ne tévesszük össze, a Néppártba tartozó politikusok azóta is egyértelműen beleállnak abba, hogy ez elfogadhatatlan. A frakcióvezető előtte is, és utána. Én azt gondolom, hogy a Szabadságpárttal kapcsolatosan vannak olyan dolgok, amiket nem lehet azt mondani, hogy el lehet menni mellette. Ez tény is való, de mégiscsak a szavazatok akaratából bejutottak az osztrák parlamentben, és... Így igaz, de ott járunk, hogy onnan kanyarodtunk el, hogy az Európai Parlament több mint kétharmada azt mondta, hogy amit Orbán Viktorék csinálnak, az elfogadhatatlan. És ugye hát a valódi vita az volt a tegnapi nap folyamán, hogy Orbán Viktor azt próbálta mondani, hogy a magyarokat ítélt el. De hát ekkora szemen szedett hazugságot, ha valaki elolvassa a jelentéseket, akkor egy apróságra szeretném felhívni a figyelmét. A szövegben, ahol tételesen felsorolják a problémákat, a magyarokat és Magyarországot egyszer se, az Orbán kormány elítélése pedig 48-szor van benne a szövegben. Tehát minden olyan dolog, hogy ez Magyarország ellen szólt, ez nem igaz. A magyar kormány tevékenységével kapcsolatos kritikáról szól ez a jelentés. És mi azt szeretnénk... Ennek a jelentésnek nincsenek áthúzódó részei, amik nem mostani keletűek? Hogy ne lennének? Hogy ne lennének ilyenek, hisz nem most kezdődött, ez nem egy napos történet. Hogy a jelentéstevő, amikor beszélt, azt mondta, hogy ezek között vannak olyan dolgok, egyes elemek, amik külön nem mutatnák azt, hogy Magyarországon leépül a jogállam.
De amikor egymásra rakjuk ezeket az elemeket, az egész összessége azt mondhatja, hogy Magyarország rossz irányba megy. Sőt, azt is mondták, hogy vannak olyan elemek, amiket a Fidesz utána módosított. De abban az időszakban, amíg érvényben volt az a szabályozás, olyan károkat okozott ez a szabályozás, ami árt a jogállamnak. És a Fidesz olyan gyermeteg védekezést mond, ami egyszerűen hihetetlen. Jelezték is, Orbán Viktor érdemben nem tudott reagálni se a néppárti frakciülésen, se az Európai Parlamentben dolgokra. Ha ez mind így van, és ez annyira lesújtja a magyar népet, akkor tetszettek volna győzni, akkor a szavazók talán, ha így érzik, akkor másképpen fognak szavazni. Másképpen fognak hogy például egy dolog szavazni emlékszem, már májusban. Az ellenzékre többen szavaztak, mint a Fideszre. Csak azért, hogy ez legyen teljesen meg mindenkinek az ellenzékre, 2018 tavaszán többen szavaztak, mint a Fideszre. Azért azt ne felejtsük el, hogy egyedülálló módon Európában a Fidesz egyedül módosította a választójogi törvényt. Nem azt csinálja, mint az összes többi országban, hogy az ellenzék és a kormánypár mindig közösen módosítja a választójogi törvényt, ők egyedül. Úgy látszik, hogy megtehették. Hát ugye ez az, amit mond a néppárt, hogy az, hogyha valaki többségben van, az nem csak jogokat, hanem kötelességeket is ad. A Fidesz ezt a kötelességet úgy érezte, hogy kötelessége elvenni a szabad médiát, kötelessége beszállni a Népszabadságot, és kötelessége Mészáros Lőrincnek megvásárolni a megyei lapokat, Endi Vajnának a TV2-t, vagy az Origót megszerezni. Tehát nem erről szól egy demokrácia. Ezeket mind hallottuk tegnap a parlamentben, élő adásban közvetítettünk. Azt mondja el nekem, hogy ön szerint a salzburgi megbeszéléseken mi várható Magyarországra? Ott ugye a miniszterelnökök vesznek részt ezen a megbeszélésen. Orbán Viktort ma Európában nagyon kevesen tartják tárgyaló partnernek. De engedje meg, hogy egy mondat elég muszáj, hogy visszatérjünk azért, mert lehet, hogy nem minden kedves néző látta a parlamenti közvetítést. Orbán Viktor arról beszél, hogy ez a jelentés azt mondja, hogy akik nem akarnak migránsokat, menekülteket, azok szavazták meg ezt a jelentést. Magyarországra ma naponta 1,2 illegális menekült érkezik, akiknek az 50%-át még aznap elfogják. Csak ez, hogy legyen pontos ez a számodat, hogy miről beszél Orbán Viktor. És maga a jelentés azért, hogy milyen pontokból áll, csak hogy lássuk azt, hogy nem nehéz a menekültekről szól. A tudományos életszabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága. A tudományos életszabadságával, ha jól tudom, akkor az új minisztérium és az akadémia a megállapodás. Most a tudományos életszabadságnál a CEU ott van. Kettő, ugye nagyon fontos, hogy most erre az évre megállapodást kötöttek, hogy ne robbanjon ki a balhé. De a finanszírozás tekintetében hosszú távú megállapodás nem született, és a megállapodás majd akkor hiszük el. A Tudományos Akadémiáról beszél, vagy a CEU-ról? A Tudományos Akadémia tekintet, és akkor hiszük el, ha már jogszabály fogja rögzíteni, hogy a pénzt megkapja az akadémia, vagy a miniszter akarja elosztani. A magánélet szabadsága, adatvédelem, megfigyelés, a korrupció, összeférhetetlenség. Európa nem hülye. Ezzel a szavazással azt is mondta, hogy a miniszterelnök és barátai ne lopják el azt a pénzt, amit a mi adófizetőink befizettek. Alkotmányos kérdések, választási rendszer. Benne van, hogy beszélt az előbb, kérdezte az előbb, hogy miért nem másképp szavaztak az emberek. Az EBSZ azt mondta, hogy nagyon sok minden nem volt rendben a 2018 tavaszi választásoknál. Nem az a kérdés, hogy megfelelt a jogszabálynak, hanem tisztességes volt-e. Ha valaki nem tudja eljutatni a saját véleményét rendesen a médián keresztül, akkor az nem lehet egy tisztességes választás. És konkrétan egyébként a médiáról írnak. A közmédiáról, a médiatanács felállításáról, tehát akármerre nyúlunk, vallásszabadság kérdése. Mindenhol azt látjuk, hogy a magyar kormány mindenhol tett néhány lépést abba az irányba, ami nem minősíthető európainak. De tudja, mi a legnagyobb baj, főszerkesztő? A magyar kormánynak az Európai Unióval kapcsolatosan csak a migráció fontos. Miért nem arról a 100 millió emberről beszélünk egyébként, akiknek az Európai Unióban van azért megélhetési problémája? Azt szeretném, hogy a magyar kormány végre olyan javaslatokat tegyen, ami fontos mindenkinek, ami egyébként jó Magyarországon nehéz helyzetben élőknek is. Nem foglalkozik, egyetlen ilyen javaslatot nem látott a magyar kormánytól, csak a migrációról beszél. Ja, és azon is utolérik, mert tudja, hazug, és kutya, és féllábú, és utolérni.
Most a legújabb botrány az ugye az az... Könyörgöm, akkor, amikor a családok éve van, a nők újbóli munkába állásáról, tehát azért el kell, hogy ismerje, hogy vannak a kormánynak pozitív lépései. Mire gondol az, hogy az Európai Unióban 91%-os többséggel fogadták el a nők védelméről szóló szabályozást, és a magyar EP képviselők ezt nem támogatták? Hát miről beszélünk? Hát mit csinálnak? A szavak szintjén nagyon jó, de nem azt kell nézni, hogy mit mondanak. Az Európai Parlamentben 91% támogatta ezt. Ez előző héten volt, amikor szintén a Sargentini jelentés is. De ők csak erről beszélnek. Miért nem fogadják el az isztambuli jelentést, ami szintén is kulcsfontosságú a nőknek? Nem beszélni kell, kérem szépen, hanem lépni kell. Ha jól tudom, kell. Akkor a válasz, hogy az isztambuli szerződés, a BTK erősebb, mint az isztambuli szerződés. Sok minden válasz van. Az Európai Unióban másképp válaszolnak. De mondom, most egy szavazás volt, ahol megmutathatták volna a magyar fideszes EP képviselők. Nem ön, mint jogászember, mit lát következő lépésnek? Felsorolást hagyjuk. Nem felsorolás, mert ennek az a lényeg, áthatja ezt az egészet. Egyébként ugye a vallásszabadságról és az antiszemitizmusról is volt szó, mert hát nem csak az az antiszemita, aki olyan törvényeket hoz, hanem ahol a miniszterelnök azt mondja a Hortiról, hogy egy államférfi, ott már azért megkérdőjelezhető, hogy milyen alapokra akarja építeni az ő világát, azt az államot. Hova nyúl vissza, milyen gyökerekhez? Ez a miniszterelnökről sok mindent lehet mondani, de hogy antiszemita lenne, miért azt miért hivatkozik Hortira? Ön elfogadhatónak tartja ezt? Mert én nem. Én történelmet tanultam kérdés, többek közt. Ön kérdez, én válaszolok, ezért visszaszívtam a kérdést. De hogy visszakanyarodjunk, hogy mi történik. Én azt gondolom, hogy hosszú procedúrának nézünk elébe. Én azt szeretném, hogyha a magyar állam egyébként érteni a kritikát, ez a wishful thinking, ami úgyse fog bekövetkezni. A DK egyébként a Sargentini jelentés pontjaival kapcsolatosan törvényjavaslatot fog benyújtani minden egyes ponthoz, amely megpróbál egy kicsit Magyarországot visszaterelni az európai útra. Az, hogy most kit és hogy támad meg, milyen bíróságon a magyar kormány, ez senkit nem érdekel. Mennyivel fogja növelni a magyar lakosság részvétét a májusi szavazáson? Ez volt a kérdésem, és erre nem válaszolt a Sargentini jelentés. Nem tudom megmondani önnek. Azért az még messze mennyire van. Tudják önök mozgósítani azt a több százezer embert, akik állandó választóik, hisz 9 parlamenti képviselők van, és gondolom arra számítanak, hogy legalább változatlanul 2 Európai Uniós képviselők. Mi azt gondoljuk, hogy több lesz, mint 2, és azt látjuk, hogy a DK szavazók nagyon elkötelezettek és értik. A legeurópai párt vagyunk, tehát egy Európai Uniós választásá a DK-nak a szellemiségéhez a legközelebb, tehát abban bízunk, hogy a választói gyakorlatilag ugyanúgy el fognak menni, mint bármilyen más választáson. A helyhatósági választásokon fognak együttműködni a Jobbikkal, hisz most az időközi helyhatósági választásokon, mintha itt-ott együttműködtek volna velük. Nézd, nem tudom, Jobbik mit gondol a helyhatósági választásról, nem tárgyaltam a Jobbikkal. Mi a saját utunkon járunk, meg vannak azok a partnerek, akik együtt kívánunk működni, akikkel el is kezdtünk részben egyeztetéseket, azt gondolom, hogy a kerületben a demokratikus ellenzék, a parlamenti demokratikus ellenzék többségbe fog kerülni. Mind Erzsébet, mind Terézvárosban. Ezt mutatta talán, ezt vetítette elő az országgyűlési választás is. Tehát ön arra számít, hogy a helyhatósági választásokon mind a két kerületben DK-s polgármester lesz? Arra számítok, hogy ellenzéki, demokratikus ellenzéki polgármester lesz, demokratikus ellenzéki többséggel. Erre számítunk. Mikor várható, hogy a 6. és 7. kerületben az óvodások már kínaiul tudnak dalolni? Nézzék, szerintem egy dolog fontos, hogy olyan tudást kapjanak ezek a gyerekek, amivel könnyebben tudnak érvényesülni az életben. Tehát ne az legyen, hogy meghatározzák, hogy mi az az egy darab könyv, és hogy mit kell tanulniuk. Adjunk egy kis szabadságot az óvónőknek és a tanárnőknek. Hát bízzunk meg bennük. Tanítsuk meg őket gondolkozni, tanítsuk meg őket kritikusan gondolkozni, mert hát nagyon komoly kihívások elé nézünk. Magyar kormánynak és Magyarországnak azt kellene vizsgálnia, hogy a robotizáció, ami elkerülhetetlenül jön, az milyen plusz tudást fog igényelni a mostani óvodásoktól és általános iskolásoktól. Amerikában, Kanadában, Németországban van országspecifikus kutatás, amelyik azt mutatja, hogy a mostani óvodásoknak ilyen és ilyen óraszámból kellene több, hogyha a robotizációban fel akarják venni a versenyt. Mert ilyen és ilyen szakmákból kevesebb lesz, ebből pedig több emberre van szükség. Én azt szeretném, hogy mondjuk egy kínai nyelvoktatás ehhez segítse a gyerekeket,
hogy ebben a világban jobban megállják a helyüket. A magyar-kínai nem csak kulturális kapcsolatok egyre jobbak. Mit vár 2019-ben a két ország együttműködésében? Nézze, 2019 a 70. évfordulója a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének. Szerintem nagyon sok esemény lesz, kulturális, oktatási, gazdasági. Ez a javuló tendencia, vagy a jó kapcsolatok, ezek Megyesi Péterrel indultak, aki sok év után nyitott Kína felé, és az első magas szintű, több évtized után az első magas szintű diplomáciai utat tette Kínában. Én azt gondolom, hogy Kínára szüksége van Magyarországnak, és abban bízom, hogy Magyarországra pedig Kína úgy tekint, mint egy stratégiai partnerre itt Közép-Európában, hisz Magyarországra jött a legtöbb kínai beruházás az elmúlt időszakban, több mint 4 milliárd dollár. Itt van a legnagyobb beruházás, a Borsodkem, itt van a legnagyobb kínai kisebbség, itt van a központja a kínai nagybanknak, a Bank of China-nak, de amit talán az oktatás, tehát 4 Konfúciusz intézet van, 16 közép-európai országot tekintve messze nálunk van a legtöbb Konfúciusz intézet, amelyik a kínai kultúrát és nyelvet tanítja, és itt van a regionális központ. És még sorolhatnám az együttműködést. Akaratlanul akkor most elmondta, hogy mégis egyetért az Orbán kormánynak legalább ezen. Egyetértek az, amit Megyesi Péter elkezdett. És az Orbán kormány, illetve a mostani kormány ezt folytatja. Annál is inkább, mert ha jól tudom, akkor a kormány delegációnak kínai témákban ő nincs a tagja. Többször vagyok tagja Kínába utazó delegációnak, a kínai kormány és a kínai fél meghívására. Kedves nézőim, az elmúlt percekben dr. Olá Lajost, a DK országgyűlési képviselőjét látták és hallották. Beszéltünk nem csak a sargentini jelentésről, hanem a kínai-magyar kapcsolatokról, és természetesen az oktatásról, ami a DK-nak is nagyon fontos. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk. Most előzetesek, és utána jövünk vissza, tartsanak velünk.